Így néz ki a Links harci jármű, amelyet a tervek szerint Magyarországon Zalaegerszegen fognak gyártani. A honvédelmi kormányzat rendszeresíteni fogja a honvédségben. A személyzetet most hódmezővás elején fogják kiképezni, mondta a 35 perci műsorunkban a Vármegyei Toborzóiroda vezetője. Ez egy pilot program, tehát erre még a Magyar Honvédség keretein belül ebben a formában nem volt példa. Tehát maga a szolgatvállási forma, mint szerződéses szolgáltvállás, ez működik a honvédségben. Belül, de ugye ez egy új típusú lehetőség minden olyan honvédséghez jelentkezett fiatalnak, aki legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és vállalja azt, hogy megméretteti magát, lehetősége van ebbe a programba bekerülni, hogyha kiválasztják hódmezővásárhelyen, akkor gyakorlatilag három év szerződéses szolgált vállalása esetén 737 ezer forint bruttó összegű vedelemre tehetsz el. Kertész József arról is beszélt, hogy a jelentkezőket, mint minden esetben, itt is egy komoly egészségügyi és fizikai felmérés várja a hódmezővásárhelyen. Az, hogy kiválasztásra kikerülnek, az ugye 11-én, illetve 12-én hódmezővásárhelyen derül ki, és még a kiválasztás is csak az első lépcső fog, hisz ott egy csapatorvos fog előzetesen megvizsgálni a, a szerencséseket de hogy ténylegesen kiből lehet szerződéses lövész az majd az azt követő két héten belül a repülőkórházba egy komplett orvosi, pszichológiai és azt követően egy fizikai felmérés fogja megmutatni. Nem csak az idősebbeket, hanem a fiatalokat is várják, de nem a szerződéses, hanem a tartalékosok közé. Az öngéntes katonai szolgálat vállalásával több lett pontokat kaphatnak az egyetemi felvételi során. Ez alapvetően egy fél éves szolgálat, ami egy két hónapos alapfelkészítésből, kiképzésből áll, és aztán egy következő négy hónapos etapban pedig ugye... Jobban el lehet mélyülni a honvédség feladataiban, műveleti feladatokban is akár, és ezért 16 30, vagy 32 pontot lehet szerezni, aki pedig még fél évet ráhúz, az 64 pontot is kaphat akár. A jelentkezőket mindkét szolgálatra a Vármegyei toborzóirodában várják. Ugyan a határidő augusztus végén lejárt, jövő szerdáig még nyitva a lehetőség az érdeklődők számára.